Most még üresek a medencék a paksi ürgemezei strandon, de péntektől újra benépesülhet a létesítmény, ugyanis július 10-én megnyitja kapuit. Bár korlátozások és higiénés szabályok betartása, betartatása mellett. Erről a kihelyezett információs táblákon tájékozódhatnak a látogatók. A paksi strand területén egyszerre 602 fő tartózkodhat maximum, ezt beléptetős kártyával oldják meg. Aki belép a strandra, megváltja a jegyét és belép, az kap egy kártyát. Nyilván ezzel számon tudják tartani, hogy hányan tartózkodnak a strandon, és amikor elhagyja a strandot, ezt a kártyát le kell adnia, így akkor nyomon követhető, hogy valóban egyszerre egy időben 602 fő tartózkodhasson a strandon. Naponta többször fertőtlenítő takarítást végeznek, illetve a strand több pontján fertőtlenítő berendezéseket helyeznek el, melyeket a strandolók használhatnak. A napozáskor és a medencében való fürdéskor is fontos a távolságok betartása. Medencében is meg kell tartani a távolságot. 4 négyzetméter jut egy főre, tehát azon belül nem tartózkodhat 2-3 személy. Tehát minden főnek 4 négyzetméternek kell rendelkezésre állnia. Nyilván ezt majd az úszómester kollégák ellenőrzik. A vízpermet képződéssel járó élmény elemeket az idei szezonban nem üzemelhetik be. A karbantartási munkálatokkal végeztek, a biztonsági intézkedéseket megtették, így a paksi ürgemezei strand készen áll a látogatók fogadására.